10 évvel ezelőtt alakult meg a GFS-e, amelynek színeiben ma már mintegy 250-en rúgják a labdát. A családias hangulat fontosságát hangsúlyozó egyesület a 7 éves korosztálytól az U19-esre bezárólag működtet csapatokat, amelyek a Bozsik programban és az MLS által szervezett bajnokságokban szerepelnek. Mivel több az utánpótlásból kiöregedő játékos kérte, idén ismét elindították a felnőtt csapatot is, amely a megyei első osztályban szerepel. A vezetők az edzők számára szervezett előadásokkal is igyekeznek segíteni a szakmai munkát végzők fejlődését. Jelen pillanatban 11-en vagyunk, tehát egy korosztálynak csak egy edzője van, tehát nincs olyan, hogy két korosztályt visz. Egyedül a kicsiknél az U7 és az U8-as csapatnál ott van egy edző, mert ott kevesebbek a gyerekek, de a többi korosztály minden csak egy edző tartja a foglalkozásokat, vezényli az együttest. Úgyhogy jó úton haladunk, tudjuk, hogy nem könnyű, de bízunk benne, hogy tényleg amit elterveztünk, azt meg is tudjuk majd valósítani. A legutóbbi előadást Feckó Tamás, az NB1-ben második helyen álló MTK Budapest trénere tartotta. A megyéből induló szakember arról beszélt, hogy lehet a pályán kívül is közösségé kovácsolni egy csapatot. Nagyon sok időbe telik, hetek, hónapok munkája. Ugye a szürke hétköznapokat néha felváltják ezek a csapatépítő programok. Ugye két hónap ezelőtt itt a Grund FC-nél arról beszéltünk, hogy építjük az MTK-nál a játékot a pályán, most pedig a pályán kívül, hogy építjük a csapatot. Mind a tiszadóki kicsapatomnál, mind a NB3-ban, Nagyecseden, vagy Balmazújvárosban is nagyon nagy hangsúlyt fektettem erre. Nagyon sokat vagyunk együtt az öltözőn kívül is, gokart, karaoke, vagy különböző versenyek. Ugye matek tanára vagyok, ezért valamikor matek versenyek is vannak, úgyhogy nagyon sok olyan program, ami összehozza a társaságot. Fecskó István elmondta, a jövőben is szerveznek hasonló rendezvényeket a náluk dolgozó szakemberek számára.